Felavatták Cipruson az első olyan hajót, amely egyáltalán nem bocsát ki káros anyagot. Ez az első nulla kibocsátású és csak nem nulla zajszintű vízijármű, amely a Szigetország partjainál közlekedik és reális megoldást nyújt a rövidtávú tengeri utakra. Azért fejlesztették ki, hogy csökkentsék a ciprusi parti flotta széndioxid kibocsátását. A hajó a Ciprusi Tengerészeti Intézet, valamint a hazai és a nemzetközi ökológiai vizsgálatok számára kutatási platformként fog működni, kihasználva környezetbarát és intelligens tulajdonságait. Afroditéről kapta a nevét, aki nem csak a szerelem, hanem a hajózás istennője is volt, mondta a ciprusi hajózási miniszter helyettese a névadó ünnepségen, amelyet a Larnakai kikötőben tartottak. Az akkumulátoros, teljesen elektromos meghajtású hajó kifejlesztését az Európai Unió finanszírozta a kutatási és innovációs alapon keresztül.